Nem töréskortól függetlenül várta a versenyzőket a speciális dobószámok országos bajnoksága Tamásiban, ahol szerenként 4 kísérleti lehetősége volt mindenkinek, hogy legjobb tudása szerint teljesítse a versenyszámokat. Az LSV VTC-nek az országos bajnoksága 3 számból, ez az egykezes láncos golyóvetés, az antikdiszkosz vetés és a harmadik a nyeles labdavetés. Ez mindegyik olyan, ami nem klasszikus és közismert versenyszám. Ezek mind még a régi népi hagyományok alapján kifejlesztett és kialakított versenyszámok, valamint az antidiszkosz az ókori olimpia alapján történik, tehát ugyanúgy egy sokkal nehezebb szerrel, és azzal hajtanak végre dobásokat. Mellette, ha már egyszer verseny és dobóverseny, becsempésztünk 2 klasszikus dobószámot is, a kalapácsvetést, meg a sima diszkoszvetést, hogy ezzel egy kicsit ösztönözzük még az idősebbeket és a fiatalabbakat is, hogy még jobban mozgassák magukat, aktivizálják magukat. A pályán nők és férfiak egyaránt versenyeztek, közülük sokan a szenior korosztályt képviselték. Amikor valaki versenyszerűen sportol és szeretne jó eredményeket elérni, elengedhetetlen, hogy sok időt szálljon a felkészülésre. Vallja ezt a Budapestről érkezett versenyző Bence Leitner Otto is. Szombathelyi születésű vagyok, úgyhogy ott a Német Pál Akadémián vagy a Német Pál Dobóiskolába belecsöppentem, úgyhogy gyökerek innen indulnak. Sportos család vagyunk, feleségem és egy válogatott versenyen ismerkedtem meg, és utána beleszerelmesedtünk ebbe a veterán atlétikába. Jó a hangulat, jó a társaság, jók a versenyek. Hát régen versenyeztem, mivel ez a Covid helyzet mindünket is érintett, de Laca Bandi megkívására természetesen nem tudtam nemet mondani. Az antikdiszkosz kivételével minden versenyszámban szeretnék, vagyis már dobtam felében. Az antikdiszkosz egy kicsit nehéz, meg nem is tudtam annyit edzeni, úgyhogy elsősorban ez a nyeles kalapácsvetés, vagy láncos kalapácsvetésbe szerettem volna világcsúcsot dobni, de elmaradtam egy méterre. A tamási versenyen az is megmutatkozott, hogy megfelelő edzéssel valóban nemtelen és kortalan a dobóatlétika is.